És start elindult az 1600 méteres Gemini Handicap, összességében jó startot látunk, és egy váradó volt Regelő, a gyors kezdő elmegy vezetni, mögötte ott van Allure, Regelő, Allure, Pókerharc, ez az első háromló sorrendje, Imre is nagyon közel helyezkedik első handicapében, tehát remekül kezdett mögöttük néhány hosszal Hurrikán, The Black Lace az egyik favorit, és picit lassan kezd Wall Street Journey, elég nehezen kap lábra, és egy 6-7 hosszal lemaradva a Boytól galoppozik az utolsó pozícióban. A Loha túlsó oldal közepén járnak az átjárónál, Regelő vezetésével. Regelő benne a falon pedig Allure Bakos Gáborral. Regelő és Allure fejfejt galoppozik, kívül pedig zárkozik Pókerharc 3-on most már teljesen együtt, amikor a 900-as táblához érkeznek a telivérek, és Pókerharc Mayer Cintiával fölmegy a vezető lovak mellé. Közel van Imre, csak úgy, mint The Black Lace, és úgy látom, hogy Hurrikán is egészen jól jön. Ők hatan tehát nagyszerűen együtt. Wall Street Journey pedig megkezdi a zárkózást. Most már vezet Allure. Allure átvette a vezetést, a Regelő pedig egy pillanat alatt kipukkadt, és ott van a harmadik helyen, óriási hullámvölgybe kerül, kívül Pókerharc nagyon friss, Pókerharc veszi át a vezetést Allure-től, amikor a lovak megérkeznek a befutó egyenesre, nem nagyon tud jönni, de Black Lace legalábbis egyelőre. 400 méter van hátra a versenyből, és Pókerharc most már az élen van, Pókerharc vezet, Allure viszont visszajöhet majd a falon, és elég közel még mindig a vezető lovakhoz, Hurrikán, Hurrikán egy hosszú hajrával akár még fölállhat a dobogó középső fokára is, 200-zal a vége előtt azonban egyre magabiztosabb Pókerharc. Pókerharc vezet, jön Allure, és jön Hurrikán, Hurrikán egyre erősebb, egyre gyorsabb, Pókerharc azonban szívósan védekezik, Pókerharc és Hurrikán, Pókerharc, Hurrikán és Allure, ez a befutási sorrend a nap 7. futamában a Gemini Handicapben.